A pulzusnyomás a vérnyomás alsó és felső értékének a különbsége. Ez az érték, aminek az egészséges tartományban mért egészséges felső határa 45 és 50 között van meghatározva, mutatja az erek állapotát. Ha ennél alacsonyabb, az nem baj, mert az erek rugalmasabb, de ha magasabb, és minél magasabb, annál meszesebbek, rugalmatlanabbak, mondhatni törékenyebbek az érfalak. Ilyenkor azért magas a pulzusnyomás, mert a rugalmatlanságukból adódóan nem képesek az érfalak a szív munkáját megfelelő mértékű tágulással követni. Az emelkedett érték jelzi annak a veszélynek a fennállását, hogy egy erősebb intenzitású szívmunkánál, szisztolés, vagyis felső vérnyomás értéknél, amikor a szív összehúzódik, és a legnagyobb mennyiségű vér van kint az érhálózatban, az érfal kiszakadhat, és bekövetkezhet az érsérüléssel járó érkatasztrófa. A mi dolgunk, hogy erre figyelmet fordítsunk, mert az orvosok rendszerint nem csak lelegyintik, de ha megemlítjük, még lesajnáló tekintettel is néznek ránk. Az erről szóló részletes ismeretanyagot megtaláljátok a csatornám 596. videójában, de be is linkeltem ide a leírásba. Jó egészséget!